Szent Jeromos egyike a négy ókori egyházatjának. Ez a megtisztelő cím mindazokat illeti, akik az egyházzal egységben az igaz hitet tanították. E két követelményhez hozzájárult az életszentség és a hivatalos egyházi elismerés is. Szent Jeromos 347-ben született Stridonban, Dalmáciában. Tanulmányai során klasszikus műveltségre tett szert, de a szíve mélyén az igazságot kereső ember volt még akkor is, amikor engedve a város zaja vonzásának, élte kora ifjúságának szabad és független életét. Sem a tudomány, sem a szórakozás nem adott megnyugvást számára, ezért kérte felvételét a katekumenek közé, majd maga Liberius pápa keresztelte meg. Innentől kezdve nagyon szigorú, aszketikus életet élt, de voltak éppen egész életét a Szentírás tanulmányozásának szentelte. 382-ben Rómába ment, ahol Damasus pápa titkára lett. Ezen kívül széleskörű és hatásos lelkipásztori munkát végzett. Jeromos éretten, korai öregkorában érkezett Rómából Betlehembe, hogy a pápa megbízásából a Bibliát héberből latinra fordítsa. Mivel meglehetősen heves, könnyen haragra lobbanó természet volt, neki tulajdonítják azt a fohász, amit így idézünk, bocsáss meg, Uram, hogy dalmát vagyok. Természetes adottságai ellenkeztek a remete életformával. Ezért mielőtt Isten szavához nyúlt volna, önmagát kellett megszelidítenie, azért, hogy latinul és méltó módon szóvá tehesse Jézust, aki magáról azt mondta, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Ez a jeromosi husszai remetesség a Biblia fordítás iskolája és alapja. Remetei magányában beszélgető társa maga Krisztus volt. Őt szemlélte, őt látta mindenben, aki számára a Szentírás foglalata volt saját szavai szerint. Eredeti nyelvből lefordította a Szentírást, annak minden könyvét. Ez önmagában olyan teljesítmény, amely kortársai elismerését is kivívta. Megteremtette azt az alapszöveget, amelyet Vulgáta néven az egyház egészen a legutóbbi időkig használt hivatalos szövegként. Jeromos munkabírása a Szentírás szolgálatába állított tudásszomja, az önmagával szembeni szigora, az egyház iránti szeretete, tiszteletet parancsolt. Utolsó éveinek szenvedései megtisztították, és Isten elvezette lelkét a tökéletességhez. Az évek múlásával Isten lassan mindentől és mindenkitől megfosztotta szentjét. Egészsége és látása is meggyengült, és egymás után veszítette elővéit. Kezdett eltávolodni mindentől, ami korábban közel állt a szívéhez. Kimerülten is vakon adta vissza lelkét teremtőjének 420. szeptember 30-án. Emléknapján kérdezzük meg magunktól, kinyitjuk-e napi szinten a Szentírást? Megnyitjuk-e szívünket Isten igéje előtt? Komolyan vesszük-e az evangélium megtérésre felszólító hangját? Hiszen a megtérést magunkon kell kezdeni.